Hamarosan ismét egy nagyon tréfás vetélkedőnek lehetünk majd szemtanúi, vagy akár résztvevői is itt Nyíregyházán, ezúttal a Bújtosi tó lesz majd az otthona. A tréfás vetélkedőnek, amely az úszó alkalmatlanságok tréfás vetélkedője is a 8. a sorban, és vendégünk Miló András a főszervező, üdvözöllek, szia! Hát nem annyira főszervező, mint inkább a szervezőtím egyik legrégebbi oszlopos tagja. A 8. alkalommal fogjátok megrendezni ezt az úszó alkalmatlanságok tréfás vetélkedőjét. Egy pár mondatban összegezzük, hogy eddig miket tapasztaltatok, miket láttatok, egyáltalán hogy kerültetek a rendezvény közelébe. Hát úgy kerültünk a rendezvény közelébe, hogy Felső Tárkányban, amikor az elsőt, ők az ötletgazdák megrendezték, ott az én nagylányom meg a vejem ott laknak, és minket hívtak meg, mint búvárokat biztosítani ezt a rendezvényt, mert itt azért lehet, ugye, mivel úszó alkalmatlanságok csordogálnak ott a vízen, hát kell azért a biztosítás. És akkor minket hívtak oda, ott egy idő után megszűnt, itt utána Nyíregyháza átvette olyanokból, hogy a Podlovis Lajos volt ott a speaker, aki most a fürdőnek a marketing igazgatója. Hát természetes, hogy már itthon megint mi biztosítottuk, és utána rövid úton ezt átkerült egy idő után a búvárklubhoz, mert ők úgy döntöttek, a Musó Laci képviselő úr, ők együtt kitárgyalták, hogy elég a úszodá, vagy a fürdővállalatnak elég a Sárkányhajó Fesztivál, uh-huh. És így örököltünk mi. Akkor örökül hagyták nektek. Igen, hiszen ugye említette többször a biztosítást, az Erakva búvárklubnak te is oszlopos tagja vagy, és vagytok még egy páran itt Nyíregyházán, mert hogy ugye vízi biztosításra szükséges. Szükség van a rendezvény alatt. Picit menjünk a részletekbe, ugye idén 5 kategóriában hirdettek, majd győztes, mesélj nekünk az 5 kategóriáról. Hát az 5 kategóriában tulajdonképpen van maga az alkalmatlanságok, ahol az az alapszabály, hogy minimum 3 embert el kell vinni ennek a hajónak, de nem lehet csónak feldíszítve, uh-huh. Tehát csak saját gyártmányú csapatok, saját gyártmányú bármilyen eszement olyan járművet kell készítsenek, ami fönnmarad a vízen. De nem csónak. De nem csónak, tehát nem egy csónakot átcsimpolyázunk, hanem magát, a testet kell kitalálni. Tehát lehet, most mit tudom én, volt a győztesek között 2 koporsóból katamarán, volt olyan, hogy bicikli különböző kannákkal feldíszítve, sorolhattam a legvégsőkig, itt láttam mozdonytól Jézuskától a géppuskáig minden, ahogy szoktuk mondani. De most a kategóriák maga a verseny, hogy a távot ki tudja a leghamarabb teljesíteni, a körbetávot. Aztán van egy olyan versenyszám, hogy a legeszementebb, meg a legbiztonságosabb, meg mit tudom én. És aztán van olyan, hogy családok, aki nem volt ideje készíteni, vagy nincs tehetsége bérházban, akik nem tud hol hajót készíteni, annak meg kaptunk egy cégtől hajókat, amik meg ilyen ügyességi vetélkedők, egy családok, az ott is több kategóriában lesz a verseny, tehát ott a helyszínen is bárki benevezhet. És ugye lesz kísérő rendezvény, főzőverseny. Főzőverseny. Nem marad éhen senki. Főzőverseny, erre is nagyon mindenkit várunk szeretettel. Most mondom, mert el fogom felejteni, és abban nagyon nagy baj lesz, hogy mindenkit az utolsó pillanatig várunk a nevezéssel, de jobb volna, ha előre neveznének. Újságokban, honlapon mindenütt megjelenik, Facebookon mindenütt megjelennek a jelentkezési lapok, de akár a helyszínen is elfogadunk jelentkezést. Pont ezt akartam kérdezni, hogy adj néhány elérhetőséget, hogy hol tudnak a versenyre, a főzőre, illetve az úszó alkalmatlanságok vetélkedőire jelentkezni. Mi az első számú gyűjtőfelület? A Facebookon mindenképpen ott több helyen is fönn van, mert minden búvár, minden a fő, ezt a részét a dolognak a Muszbek Petra Borossyán rendezte már tavaly előtt is, ő nekem egy világbajnok versenyzőm, aki mellesleg búvár is, és egy nagyon agilis kislány. És ő is benne van, anyja folytán, meg egyéb foglalkozása folytán benne van az üzleti életben, és ő tudja a szponzorokat összetrombitálni, összekeresgetni. És úgy, hogy tulajdonképpen a műsort is már levette, eddig én tervezgettem a műsort, de hát ő egy ilyen utódféle én nálam. Úgyhogy már ő rendezi a műsort is, már ott tartunk, hogy a mi bemutatunk mikor lesz, azt is most akarom tőle megkérdezni, hogy hányra hívjam a kungfusaimat, mert lesz kungfu bemutató. De a mézárusítástól, meg mit tudom, még ez nagyon nyílt. Nagyon nyílt, hogy kik jönnek ki, mink jönnek ki, de már nagyon szép, tehát lesz olyan, mint a tavalyi. Akkor egy időponttal zárjuk a beszélgetést. Mikor lesz pontosan?
augusztus 11-én, és azt hiszem 9 órától. Mert azért van ez az, azt hiszem, mert mi már ott vagyunk reggel 7-től, pakolunk mindent, de ott már hogy folyamatosan addigra ott felkerülnek a sátrak, felkerülnek a üzletek. Ott a gyerekarcfestés, most megint jutott eszembe valami, röbdösök innen, jutott eszembe a gyerekarcfestéstől a masszázsig minden. Magyarán szólva egy igazán vidám családi napra vártok mindenkit. Igen. Köszönjük szépen, hogy a vendégünk voltál és elmondtad a részleteket. Én köszönöm a lehetőséget.